Nem tudjuk igazából, hogy miből áll az univerzum, nem tudjuk, hogy hogyan keletkezett, azt is csak most kezdjük sejteni, hogy mi lesz a végállapota és milyen irányba halad. Nagyon sok megválaszolatlan kérdés van a kozmológia területén, és egy teljesen új eszközzel most kezdünk felméréseket végezni, tehát még azt sem tudjuk, hogy mit fogunk mérni, pláne nem az, hogy azt hogyan fogjuk tudni megmagyarázni. Frey Zsolt vagyok, a Fizika Intézet atomfizikai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, és az MTA ELTE extragalaktikus asztrofizikai kutatócsoport vezetője. 1989-ben végeztem el itt az egyetemet az ELTE-n. Akkor Magyarországon még nem voltak doktoriskolák. TMB ösztöndíjasként lehetett doktori fokozatot szerezni, ezért engem vonzott az, hogy az USA-ba menjek, és ott szerezzek PhD fokozatot igazi doktori képzés keretében. Több helyre is felvettek, és a Princeton Egyetemet választottam. 94-ben kaptam PhD-t az asztrofizikai tudományok területén. Posztdoktori ösztöndíjasként visszamentem az USA-ba. 96 és 98 között a University of Pennsylvania, Philadelphia-ba kutattam és tanítottam is. Hazajöttem Magyarországra, akkor lettem docens, és akkor kaptam Széchenyi professzori ösztöndíjat, és akkor kezdtem el kialakítani itt az asztrofizikai kutatást és az oktatást, és megszerveztem az asztrofizika szakirányú képzést a fizikus szakon belül, és felépítettem azt a csoportot, ami aztán a lendület pályázaton is az akadémiától támogatást kapott, és most 2017-től ELTE-MTA kutatócsoportként is tovább fog működni. Az asztrofizikán belül azok a dolgok érdekelnek, amik a legnagyobb léptékű szerkezetet írják le az univerzumban, és ami mondjuk a galaxisunkon túlmegy, ezért nevezzük ezt extragalaktikus asztrofizikának. A galaxisok nagy számban hogyan helyezkednek el az égen, és ez a felmérhető struktúra, ez mondjuk hogyan alakult ki. A legérdekesebb dolog mostanában az az, hogy nem csak optikai távcsövekkel tudjuk ezt a szerkezetet megfigyelni, hanem gravitációs hullámok észlelésével, egy másik fundamentális kölcsönhatás segítségével is ismereteink vannak már az univerzum szerkezetéről. A gravitációs hullámok kutatásában az az egyik legérdekesebb kérdés, hogy meghatározott, mik azok az asztrofizikai objektumok, amelyek gravitációs hullámokat képesek kelteni, méghozzá olyan nagy mértékűt, amit a gyenge detektoraink érzékelni képesek. A jelenlegi elképzeléseink szerint, ha kettő fekete lyuk egymás körül kering, akkor kavarja meg annyira a teret olyan erősen, hogy az erős gravitációs hullámait ennek a kettős fekete lyuk rendszernek talán érezni tudjuk. Amikor egy évvel ezelőtt az első gravitációs hullámot észleltük, akkor pontosan egy ilyen egymás körül körpályán keringő fekete lyuk kettős jelét éreztük. A csoportunkkal jelenleg azt tanulmányozzuk, hogy mi van akkor, amikor ezek a kettős fekete lyukak nem teljesen kör alakú, hanem elnyúlt ellipszis alakú pályán keringenek egymás körül. Számítások azt mutatják, hogy ilyen elnyúlt, nagyon szakszóval mondva, nagyon excentrikus pályán keringő fekete lyukak legalább ugyanolyan nagy gyakorisággal fordulnak elő, mint az egymás körül körpályán keringő fekete lyukak. Ha egy körpályán kering egymás körül két fekete lyuk, akkor egy meghatározott típusú gravitációs hullámot bocsájt ki, hogyha nagyon elliptikus pályán mozognak a fekete lyukak egymás körül, akkor teljesen másfajta hullámformát várunk a gravitációs hullám detektorunkkal. A baj az, hogy a nagy kísérlet, a LIGO, amiben mi is részt veszünk jelenleg az USA-ban, az jelenleg ilyen excentrikus kettősöket még nem keres. Olyan jelalakokat figyel, amelyeket általában a körpályán mozgó fekete lyukaktól várunk. A jelenlegi munkánk a csoportunkban erre irányul. Megpróbáljuk kidolgozni azt, hogy milyen hullámformát várunk az excentrikus kettősöktől, és megpróbáljuk kidolgozni azt az eljárási algoritmust is, amit a LIGO szoftvereibe beépítve a közeljövőben a LIGO-val most már ilyenfajta kettősök jelét is keresni tudjuk. Természetesen nem ér véget itt a kutatás sorozata, most belekezdünk egy olyan nagy nemzetközi projektbe, ahol a gravitációs hullám detektort, az egészet úgy, ahogy van, az űrbe szeretnénk telepíteni. Ez egy nagyon hosszú folyamat, legkorábban talán 2028-ra várható, hogy az űrben is lesz gravitációs hullám detektorunk.